Mint a Mi Hazánk Mozgalom Veszprém megyei elnöke és megyei képviselője, szeretném a pártunk álláspontját három témában nagyon röviden elmondani. Az első, ami most már a világot, Európát és sajnos Magyarországot is nagyon súlyosan érinti, ez a fekete életek számítanak elnevezésű álságos mozgalom mögé bújtatott bűncselekmény sorozat, amely begyűrűzött Magyarországra is a fizetett szélső balliberális oldal által, többnyire külföldi szervezőkkel. Mélyen sérti a magyar társadalmat, mélyen sérti a magyar embereket is, ugyanúgy, mint világszerte, nem csak a fekete életek számítanak, és szeretném megjegyezni, hogy sok idézetre visszagondolva, hogy a magyar ember nem térd el le senki előtt, csak Isten előtt, vagy az őseink tisztelete előtt. Tehát bőrszintől, vallástól és mindenféle világnézettől függetlenül mi úgy gondoljuk, hogy a normalitásnak kellene lenni az egyetlen dolognak a világba, és a törvénytiszteletnek, ami irányíthatná az életünket és a társadalmat jó irányba vinni. Tehát minden erőnkkel fellépünk az ilyen szobordöntögetős és társadalmat megosztani kívánó megmozdulások ellen. Reméljük, hogy hamarosan a normalitáspárti emberek véleménye és érdeke fog előtérbe kerülni. Ezt nagyon súlyos problémának tartjuk, nagyon súlyos gondnak, és szeretnénk, hogyha megelőzés terén minél többet tenne a kormányunk is, és a jó magyar emberek összefogása megelőzné, hogy olyan szinten és olyan súlyosan érintse hazánkat ez a probléma, mint ahogy az Amerikai Egyesült Államokat vagy Nyugat-Európa egyes országait. A másik nagyon-nagyon fontos témánk, amit nem szabad szó nélkül hagyni, az az augusztus 22-ére Budapestre engedélyezett úgynevezett Pride felvonulás, amit a liberális vezetésű főváros engedélyezett a kormány jóváhagyásával. Nagyon nagy felháborodás keltve azon emberek körében, akik most diszkriminálva érzik magukat. Sokan felteszik a kérdést, hogy hogy értjük ezt. Hát nagyon egyszerű, a heteroszexuális társadalmat sérti és diszkriminálja az a folyamat, amit most látunk, de nyilván nem csak Magyarországon, hogy ezek a százezres tömegeket megmozdító felvonulások olyan területen, közterületen bűncselekmények sorozatát elkövetve zajlanak, amit ők törvényesnek minősítenek. Semmiképp nem lehet törvényesnek minősíteni azokat a dolgokat, amik emberi jogokat és erkölcsetikai problémákat sértenek vagy ütköznek. Azon a területen, ahol ők felvonulást tartanak, a Pride-on körülbelül 100 000 emberrel, több tízezer honfitársunk él és lakik, kiskorúaktól nyugdíjasokig. Tehát ez nem egy zárt tér, mi tiszteletben tartjuk mindenkinek a nemi hovatartozását, az identitását, de szeretnénk, hogyha ezt a négy fal közé szorítanák be, ugyanúgy, mint ahogy a társadalom nagy része teszi. Ez ellen fellépünk, különösen felháborítónak tartjuk, hogy az egész országban a bejegyzett pártok közül ez ellen egyedül és kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom lépett fel, és kértünk engedélyt Budapesten egy ellentüntetésre, egy demokratikus, csendes, figyelemfelkeltő ellentüntetésre, amit szinte azonnal elutasított a budapesti rendőrség úgy, hogy az indokok nevetségesek, nem szeretném részletezni. Természetesen megjegyzem, mint ahogy Novák előd alelnökünk már ezt sajtótájékoztatóan megtette, mi ott leszünk. Mi ott leszünk, mert a gyermekeink és az unokáink védelme, ugyanúgy, mint Tapolca környékén, Veszprém megyében, Magyarországon, az egész Kárpát-medencében fontosabb annál, mint hogy ilyen fertőt, ilyen gyalázatot megengedjünk, hogy 100 000 ember vonaglik különböző bűncselekmények elkövetésével, még egyszer hangsúlyozom, a BTK-ba ütköző bűncselekményeket valósítják meg, közelkölcsöt sértő dolgokkal ezek az emberek. A harmadik témám az egy kicsit bővebb lesz, az hát szintén egy közfelháborodást kiváltó esemény, a pedofília. A pedofília, amely az elmúlt hetek, hónapok, évek alatt egyre többször kerül felszínre. Az utolsó, ami kiverte a biztosítékot, az egy perui nagykövetünk által elkövetett pedofil bűncselekmény, aminek az első fokú ítélete már meg is történt, és ez tovább fokozta a kedélyeket, olyan értelemben, hogy nemhogy mi ezt büntetésnek nem nevezzük, egyszerűen olyan, mintha nem is történne volna semmi. Első, legfontosabb információ ezzel kapcsolatban, hogy a kormány perui nagykövetét, akinek 19 000 darab, hangsúlyozom, 19 000 darab pedofil tartalmú
fényképet, videót találtak az adathordozóján. Hazamenekítette a kormány, bizonyítottan hazamenekítették titkosszolgálati eszközökkel úgy, hogy ha Perúban marad, akkor valószínűleg nem 500 ezer forint körüli nevetséges pénzbüntetés kap, és felfüggesztett minimális börtönbüntetést. De mindezt még meg tudták azzal fejelni, hogy sztárügyvédével ezt a gyalázatosan kevés büntetést, amit büntetésnek sem nevezünk, hangsúlyozom még egyszer, megfelebbezték, enyhítésért fellebbeztek. Lakókörnyezetünkben, munkahelyünk környezetében több száz emberrel beszéltem az elmúlt napokban, hetekben. Látjuk a közmédiában, látjuk az internetes felületeken, óriási felháborodás váltott ki, és ugyanazt történt, mint az előző esetben. Ezzel kapcsolatban is kizárólag a Mi Hazánk Mozgalom elnöke készített egy videót, és a Mi Hazánk Mozgalom vezetőségének tagjai tartottak sajtótájékoztatót. Mi úgy gondoljuk, hogy nekünk megyei vezetőknek, területi vezetőknek ugyanúgy kötelességünk ez ügyben nyilvánosság előtt megszólalni, ezért kértem a tisztelt tapolcai szerkesztőségtől lehetőséget, hogy a környezetünkben élő lakók is, akik az országos médiát esetleg nem követik figyelemmel, értesüljenek arról, hogy ezt a gyalázatos dolgot mindannyiunknak el kell ítélni, akinek családja, gyermekei, unokái vannak, nem szabad, hogy ne emeljük fel a szavunkat ez ellen, hogy a kormánynak, az országgyűlésnek lépnie kell a büntető törvénykönyv szigorítása érdekében mindenképpen és minél előbb. Gyalázatos dolognak tartjuk azt, hogy nem listázzák a pedofil elkövetőket. De viszont örömteli számunkra a pozitívumokat mindig elmondjuk, hogy igaz, hogy a Mi Hazánk Mozgalom ötletét ellopva, de a Fidesz végre felkarolta, hogy ők is szóvá tették, hogy igen, ezt a pedofil bűnözőket, ezeket a pedofil bűnözőket listázni kell. Minden magyar állampolgárnak, a társadalom minden egyes tagjának, minden szülőnek és nagyszülőnek joga van tudni, hogy ki él a környezetében, hogy hívják és mi a lakcíme. Elvárjuk a kormánytól, hogy a törvénymódosításokat mielőbb napirendre tűzzék, a pedofiliával kapcsolatos bűncselekményeket a lehető legsúlyosabb kategóriába sorolják, és kérjük, hogy a jelen eseményt is újra tárgyalják, és reméljük, hogy nem enyhítés, hanem súlyosbítás fog történni ezen ügyben is.